A nyári strandszezonnak már vége, kiürült a Tiszapart. Csak egy-két fürdőzni vágyó mártózik meg a szabadvízű strandokon. A nyár azonban nagyon mozgalmas volt, az utóbbi idők egyik legjobb szezonját zárta a Gergely-Ugornyai strand. Sikerült egy olyan élhető Tiszapartot varázsolni, hiszen mögöttem ismét jól látszik a Füveny, amely a nyár folyamán több ezer embernek nyújtott kikapcsolódást, pihenés, feltöltődést. A folyó gyönyörű, tiszta, a part ápolt, gondozott. Igyekeztünk odafigyelni arra, hogy egy héten legalább két-három alkalommal boronáljuk föl a partot, szedjük föl a szemetet. Egy külön közmunkás brigádunk foglalkozik azzal, hogy a faházak között is rend legyen, de érezhető az, hogy a topos, illetve a lapátos pihenőhelyes pályázataink is lassan révbe érnek, a lapátosat lezártuk, megújult a Beregszíve üdülőközpont, több csoportunk is volt, megérkeztek a vizitúrázók újra Vásárosnemény Gergely-Ugornyára, megérkeztek a bringás csoportok, több százan érezhették azt, hogy végre Gergely-Ugornya ismét adja önmagát. Nem csak a szabad strandok zárták jól a szezont, a nyíregyházi akvariusz élmény és parkfürdő Termál medencéjébe még most is szívesen mennek a családok, de a nagy medencét inkább már úszásoktatásra használják. A nyári szezonban azonban itt is magas vendégszámot produkált, hétköznap sem esett 3000 alá a látogatók száma. Közel 240 ezer vendéget fogadott a két egységünk ezen a nyáron, ami egy igazán impozáns és nagyon-nagyon jó számnak mondható. Hála Istennek itt a kelet-magyarországi régiót, azt kegyelte tényleg az időjárás és az égiek, mert míg a Dunántúlon a fürdők egy része viszonylag alacsony kis számú, de visszaesést tudott elkönyvelni, addig a Kelet-Magyarország régióban egy olyan 4%-kal nőtt átlagosan a Fürdőszövetség felmérése szerint a fürdők forgalma. Ezt a mi forgalmunk is igazolja. A nyár eleje az nem volt túlságosan jó a fürdőzés szempontjából, vagy a fürdőszolgáltatás szempontjából, hiszen ugye nagyon csapadékosan indult a nyár. Ez gyakorlatilag július közepéig 20-áig tartott, viszont utána egy tartós kánikulai időszak következett, ami tényleg a legjobb hírverés minden egyes strandnak. A tófürdőt közel 36 ezeren látogatták a nyáron. A fürdőzők 60%-a még mindig belföldi turista, azonban a városmarketing hatását a strand üzemeltetői is megérezték. Tavaly Romániából érkezett a legtöbb vendég, idén azonban Lengyelország volt kiemelt turisztikai partnere a megyeszékhelynek, onnan jelentős vendégszámnövekedés volt érezhető. Az indián nyár még tart, a parkfürdő családi medencéje szeptember 23-áig várja a strandolni vágyókat, az 50 méteres medence pedig október 7-éig. Ekkor egy kéthetes leállás alatt megépítik a sátrat, így a nagy medence télen is az úszni vágyók rendelkezésére áll majd.